A nadágytövet általában ilyen láposabb helyeken, vizes helyeken találjuk, érdeslevelűek családjába tartozik, tehát ha megfogjuk, akkor tényleg egy kicsit olyan, mint a serteszőr fedni, és akkor ennek a gyökerét szoktuk kiásni ilyenkor ősszel. Arra figyeljünk, hogy próbáljuk beletörni a gyökerét, tehát ne teljesen kiásni. Az a jó, hogyha roppan, és akkor amikor kiforgatjuk a földből, már látni is lehet, hogy ennek a gyökere egy fekete kis külső réteggel rendelkezik, a belseje ilyen gyönyörű fehér húsú, lédús, tehát amikor majd otthon megmossuk, letisztítjuk és felaprítjuk, akkor könnyen, roppan, recsen vágható, és utána felhasználhatjuk, hogy beletesszük alkoholba és tinktúrát készítünk, vagy beletehetjük olajba és olajat készítünk, vagy frissen megsütjük zsírba, olajba, és akkor egy krémet készítünk belőle, le is száríthatjuk, és utána felhasználhatjuk pépes pakolásként, vagy hogyha nem tudjuk feldolgozni, akkor így gyökerestül letisztítva betehetjük fagyasztóba, és majd később feldolgozzuk. Különböző gyulladásokra, ficamokra, sérülésekre, nem vérző sebre szokták javasolni, de véraláfutásra is lehet alkalmazni.